A tolcsvai pincék közé érkezett második napjának délelőttjén a Coop Rally. A kizárólag magyar tulajdonban lévő üzletlánc által 4 éve elindított verseny idén kelet-magyarországi helyszíneket céloz meg. A közel 80 autó azért indult útnak, hogy felhívják a magyar emberek figyelmét a minőségi magyar termékekre. A magyar minőségi élelmiszeripari termékek kiváló minőségűek, az ország adottságai erre abszolút megfelelőek, és ezt nem lehet hagyni egy uniós folyamatban sem, hogy egy magyar a magyarral ne fogjon össze. A nemzettudat és az, hogy nemzeten belül egy adott ország szereplői segítsék egymást. Tehát jelesül megint csak azt tudom mondani, hogy egy magyar tulajdonú üzletlánc, a magyar élelmiszer termelőket, mert ezáltal több munkahelyet tudunk megőrizni, vagy urambocsá, még további munkahelyeket létrehozni, hogy ezzel vásárlóerőt generálunk, hogy ezzel a magyar adóbevételt tudjuk növelni és az ország fejlődését szolgálni, ez könnyű volt partner találni. Ilyen partner volt a tolcsvai állomás vendéglátója, a Tokaj Kereskedőház ZRT. A cég vezérigazgatója elmondta, példaértékű kapcsolat alakult ki a versenyszervező üzletlánccal. Egyrésztről azt szeretnénk elmondani, hogy a Tokaj Kereskedőház kész arra, hogy a legmodernebb igényeknek is eleget tegyen, és egy nagyon nagy ívű fejlesztésen esett át, így most megvannak azok a feltételek, amikkel mi már tudjuk biztosítani egy tényleg jó minőségű versenyképes termék előállítását. Ezt szeretnénk leginkább bemutatni, hogy milyen változásokon ment át a cég, illetve hogy milyen jövőt is képzelünk el. Mi is a település részesei a magyar élelmiszer jó minőségű termelésének, hiszen mintegy 500 hektáron jó minőségű szőlőt termelünk, ebből jó minőségű bort állítunk elő, aminek mi is keressük a piacot, és ez az előállított bor, ez mi úgy érezzük, hogy világhírű, hiszen a tokaji asszú, hál' Istennek, világhírnévnek örvend. Dr. Hörcsik Richárd országgyűlési képviselő nagyszerű kezdeményezésnek tartja a rallit. Ez a rally rávilágítja a figyelmet, ráirányítja a figyelmet, egy kicsit felkelti az érdeklődést a magyar áruk, a kiváló magyar áruk iránt. Sokan vitatkoznak, hogy ugyan magyar-e, nem magyar, milyen tulajdonban van, azt tartom magyar árunak, ami mögött magyar munkaerő van, magyar adófizetés van, és magyar ízek, tehát a hagyományok őrzése. Koncz Ferenc nem csak a megyei közgyűlés alelnökeként, hanem versenyzőként is részt vett a rallin. A magyar termékek védelmére felhívjuk a figyelmet. Az egy nagyon-nagyon fontos feladatunk. Ilyen rendezvényekkel is tudjuk-e segíteni, én úgy gondolom. A rally Tolcsváról Szerencsén és Ongán át Miskolcra megy, majd Recske állomása után Gajatető jelenti a célt.